Zsúfolásig megtelt a sportcsarnok Preszter Gábor szerzői estjére. Helybeliek és a Szérózsa minden tájáról érkezett vendégek hallani akarták a dalokat régről és nem régről. Egy sikeres koncertturné hévízi állomására várva meglepődünk, hogy az Alai Hírla főszerkesztője miért is nem az egerszegi koncertet választotta. Ott voltam az egerszegi koncerten, de szerencsétlenségemre csak az utolsó két számra értem oda. Profán oka van, iparosok dolgoztak nálam, és nem bírták befejezni időre a munkát. Presser rajongó vagyok, LGT rajongó vagyok gyerekkorom óta, úgyhogy úgy döntöttem, hogy most Hévízen legalább végighallgatom a produkciót. De idefelé is egyébként hangolódásképpen LGT-t hallgattunk. A gyerekeidre is sikerült ráragasztani ezt a rajongást? Abszolút, abszolút. A kislányom ugye 10 éves, tehát ő még csak néhány dalt ismer, de a fiam gyakorlatilag az egész Presser életművet ismeri már. Az estbe az életműnek csak egy szűk szelete fért bele. Mi a szerzőtől mindösszesen egy szám részletének a felvételére kaptunk engedélyt. Nem véletlen, hogy az épp 40 éves képzelt riport dalára. Nagyon sok dalt fogok játszani, de ahhoz képest, amennyi 40-valahány év alatt megszületett, ahhoz képest meg hát ez nem lehet azt mondani, hogy ez a biztos válogatás, hanem így esténként próbálkozom, hogy egyik est. Már csak azért is, mert jobb úgy játszani, hogy nem gépiesedik be az ember, hanem cserél sok mindent. Van, aki mondja meg, milyen az ő, van, aki mondja meg, mit. Van, aki mondja meg, milyen szép az ő, van, aki mondja meg, miért. Van, aki mondja meg, miért jó az ember, van, aki mondja meg, miért. Van, aki mondja meg, miért. Az ön alkotói módszere. Az írók mondják, hogy nem lehet az ihletre várni, hanem reggel 9-kor le kell ülni, és akkor mondjuk 3-ig írni. Önnél ez hogy működik? Nekem még ilyen módszerem sincs, tehát én nem vagyok olyan ilyen rendszeres ember, hogy most akkor én reggel leülök és elkezdek dolgozni. Én nagyon sokszor menekülök oda a zongorához, az nagyon-nagyon jót tesz az embernek, és nagyon-nagyon sokat, és nagyon-nagyon sokszor segít, de nincs ilyen kialakult metódus, hogy ekkor vagy akkor. Az ember egyébként úgy sejti, hogy van valami érzés, és akkor az talán azt jelenti, hogy most menni kell, és nagyon sokszor tényleg van hogy mondjam, van benne valami, hogy most kellett odaülni a zongorához, aztán az ember 2 nap múlva meghallgatja, hogy mit csinált, és azt mondja, hogy te jó ég, ez borzalmas. És a másik meg az, hogy csak semmi más, csak jó ott lenni. Nem születik semmi, nem igazán, hogy mondjam, eredményes az ott lét közül, meg baromi jó ott lenni, mert az mindent ad a zenélés, a kikapcsolást, a vigaszt, bármit, amire az embernek szüksége van, azt meg fogja kapni a zenétől. Van, aki mondja meg, kinek kell hinne, van, aki mondja meg, kinek ne. Van, aki mondja meg, ki a baj, s milyen a híz az évek vizére. Van, aki mondja meg, a hosszú évek miért tűnnek úgy, mint egy pillanat. Van, aki mondja meg, mi az, hogy elmúlt. Van, aki mondja meg, hol maradsz. És mennyire hisz abban, hogy amit csinál, az valahol különleges? Ez nem az én dolgom, tehát én egyáltalán nem vagyok arra hivatva, hogy én magamat valamilyen módon is mérjem, értékeljem. Eldöntik azok, akik meghallgatnak, és különben is, amire azt mondják ma, hogy értékálló, arról kiderülhet egy év múlva, vagy 2 év múlva, hogy nem az, én nem foglalkoznék ezzel.